Sziasztok, üdvözletem minden Tápió Szent Mártonban, itt vagyunk a vasúti megállóhelyen, és ezt fogom egy kicsit részletesebben bemutatni. Hát a falu, amiről a nevét kapta Tápió Szent Márton megállóhely, az mondhatni nincs éppen közel, tehát egy olyan 5-6 kilométerre van legalább innen. Hát van ott egy híres, egy híresebb ilyen gyógyfürdőstrand például, ami mint a nevezetes Tápió Szent Márton, de az innen legalább egy olyan 6 kilométerre van, sőt lehet egy picit több is, pedig a falu van annyira. Viszont majd mindjárt megmutatom, de úgy látom, hogy egy vonat is fog jönni. Vannak felője egyébként, igen, ez még mindig a 120-as útvonal. Tehát Budapest, Rákos, Nagykáta, Újszászolnok. És a megállóhely pedig Nagykáta után van. Nagykáta után az első megállóhely. És egyébként az 532-es szelvénynél, de ezt is mindjárt megmutatom nektek. Itt van például ez az Újszász felé eső végpontja a megállónak. Ez van az 532-es szelvénynél, de mondja szétnéznek, és egyébként ott van egy tábla. Ez az valószínűleg egy rendes ilyen ezért vasúti tábla, és ott jelzi a megállóhelyt, pontosan. És egyébként itt ilyen kitaposott földút, vagy megy, vagy hát ilyen ösvény a falufele. Mert van itt egy ilyen göböljárás nevű tanyavilág, vagy most tudom, minek hívják. És ahhoz van közelebb, tehát lehet, hogy szerencsésebb lenne, hogy göböljárásnak hívni ezt a megállót. A háttérben ott talán látjátok is, de ugye megmutatom, hogy itt azért van pár ház itt a messze távolban, és ezek annyira még ugye jönnek messze, és szerintem itt a kitaposott úton is van ott még beljebb. És egyébként aztán mindjárt jönni fog egy vonat. Jól, igen. Hoppá. Ez lehet, hogy az a gigantos tehervonat, amit Rákoson is láttam. Megnézzük. Aha. Úgy látom, az egy tehervonat. Na, akkor ezt itt megvárjuk. Látjátok, ez egy sima megállóhely, ugye van az úgymond táblás megállóhely, ez az, hogy szolgálat nincsen, vágánykapcsolat sincsen, a kodási lehetőség kitér, semmilyen lehetőség nincsen. Viszont ez régebben itt egy forgalmi kitérő volt, igazából azt hiszem állomás nem volt, de forgalmi kitérő volt, amikor még egyvágányos volt ez a 120-as útvonal ezen a szakaszán. Különben még a 40-es években biztos, hogy létezett. Arról talán még lehet a vasútállomások ponton vágánynajzot is látni, hogy valahol ott az átjáró mellett, de majd úgyis arra fog menni, azt megmutatom. Ilyen a másik peron az ugyanolyan, mint ez, úgyhogy csak értem, és azért látjátok, hogy már jó szó peront építettek, de leginkább az elejét szokták használni, és addig van a hó is letakarítva. Akkor itt volt egy ilyen hosszú, több kilométeres kitérővágány. Gyakorlatilag az, ami mellett itt most sétálok, ez volt a kitérő. És volt egy sodompókezelő őrhely, és valószínűleg onnan kezelték a váltókat is. Helyszínnél. Az pedig ott az átjárónál volt, mert ott egy kados sodompó volt régen. Egy rendes, teljes sodompós átjáró. És nagyon sokáig ott még a régi őrhelynek az épülete is megvolt. Nem tudom, már lebontották-e vagy sem. De azt még sokáig lehetett látni a vonatból is, hogy eléggé ledobbant állapotban volt, viszont egy darabig még lakták is. Azt, hogy hivatalosan vagy csak illegális lakásfoglalók, azt nem tudom, de egyszer volt, hogy kigyulladt valahol a belső szoba, és akkor sokáig így félig leégett állapotban volt ott az az épület. És láthattak a bútorok is, amiket kidobáltak oltás közben az udvarra, és azok is úgy ott voltak. Aztán most mindjárt megnézzük, hogy ez megvan-e még, vagy már lebontották. Lehet egyébként, hogy azóta már lebontották. És amikor volt itt egy kisebb felújítás, akkor épült át valamennyire a peron. Ilyen emeltebbre, meg ott egy két esőbe álló épült mindkét oldalra, azt meg fogjuk nézni.
Még azt is el tudom képzelni, hogy egy kiadógépet is raktak ki. Majd mindjárt meglátjuk. Szerintem a hagyományos mávszabványú táblakén van, és ráadásul ez így felülragasztva, mert ott meg volt a kisebb is. Szóval, ha megnézitek, akkor érdekes módon itt azért más betűtípus, ami nagyobb betűvérettel van kiírva, mint ami itt van. Ott szembe. Hát ez a... Ez tényleg ez a hagyományos mávos, ilyen táblás megálló helyeknél szokás. És engint ez mindig egy forgalmas fővonal, vonat az bármikor jöhet. Szóval ott látjátok, egy félsorompós, egy félsorompóval kiegészített átjáró van. Tehát így, mindig addig sétál a pontra rálátok a sorompóra is, majd hogyha látom, hogy megy le, akkor tudom, hogy valamelyik oldalról vonat fog jönni. De a szerencsék, hogy még egy-két tervonatot ki lehet fogni. Szóval azt a gigantosat, amit az előbb videóztam, azt egyébként láttam már Rákosot, és pont akkor járt be Rákos állomásra a kitérő vágány, mint amikor a fölött jött az átmenőn, amivel idáig eljöttem. Hát ugye úgy látszik, hogy persze, hát, hogy az ablakost elengedték, és akkor valószínűleg jött mögöttünk. És viszonylag hamar, egy ilyen 10 perc belül, hogy a személyvonat elment, úgy jött a másik is. Tehervonat, tehát valószínűleg egy állomástatában, vagy ilyen térközben jött mögöttünk. Itt látjuk. És akkor majd mindjárt kicsit közelebb megyek, akkor majd ezt megnézzük a kétessébe álló. Lássátok feleim, ennyi. Ennyi volt itt a nagy modernizálás. Épült egy ilyen esőbe álló. Hát ugye szokás szerint, tehát közérdekű közleményekkel már tele van firkálva, mert ugye biztonsági kamera nincs. Meg is van az eredménye. Raktak ki szemetelest is, bár úgy látom az üdítése nem sok gondot fordítanak. És nincs menetrend se. Vagyis hát valószínűleg valamelyik nagyon okos letépte. De ugye a kötelező tájékoztató az itt van, most a kukában nem nyúkálok. Ne. Másik oldalt viszont még kim van. Ott valamilyen megkímélték. És valószínűleg, mivel ez egy eléggé messze van mindentől, szemeteseket sem nagyon ürítik, ezért van így tele meg. Hát látszik, ott is van egy szemetes a túloldalt, és na, az is teljesen tele van. Tehát ezt néha üdíteni is kéne. És van ott valahogy bódé, na az vajon mi lehet? Ha mindjárt megnézzük. És hát ugye itt arrafelé elnézünk, ott is lehet még egy-két tanyát látni, vagy hát házakat, nem tudom, lehet, hogy ez már így a göböljárás, lehet, hogy egy ilyen nagyobb, mondjuk itt települési résznek számít, ahol többen laktak, csak az biztos, hogy ugye egyébként közigazgatásilag Tápiószentmártonhoz tartozik. Aztán, hogy pontosan mennyi laknak itt, azt nem tudom, de nyilván a megállóhely az innen generál némi forgalmat. A P plusz-el parkoló, azt látjátok, hogy nincsen, se B plusz-el. Hát mondjuk Tápió-Szentmártonból nem hiszem, hogy olyan sokan kiárnának ide vonatra szállni. Maximum, akit kihoznak kocsival. De szerintem azt tartom valószínűleg, hogy nekedek, hogy inkább átbuszoznak Nagykátára és ott szállnak vonatra. Mert valószínűleg ugye a falu központjából van busz. Mondjuk itt Nagykárta fele, vagy akár Tápió-Szele fele, ami szintén itt van közelben, és akkor itt van a rendje, a kirakott menetrend. És ez már az új, tehát ezt legalább tudjuk, hogy most cserélték ki. Hát igen, azt mondja, hogy... És ráadásul Vágényzádi menetrend van, február 1-ig. Hát igen, most majd szűk fél óra múlva fog indulni egy vonat vissza a keletibe. Utána meg egy óra múlva, tehát egy óránként jár vonat a másik irányba is, amit megáll. Hát nem tudom, hogy be tudok-e mindent járni annyi idő alatt, vagy várok egy órát a következő, de ez majd kiderül. És hát itt van egy külön átjáró a két vágány között, amit fénysorompóval biztosítanak, itt látjátok. Fénysorompókat is kicserélték, ledes optikák, szintén a kifüggesztett menetrend. És akkor ja, egy kábel lakta, amit vasbeton aljakkal laktak körbe. És hát játjátok, ha hangos bemondó térvilágítás, a lámpa is működik. Legalábbis így ránézésre épnek tűnik, nincsen kicsúszítva. És egyébként érdekes, majd mindjárt megmutatom a következőnél, most azért nem megyek vissza, hogy próbálják ezeket vandálbiztossá tenni, hogyha már így tényleg mindentől távol van a megállóhely. És hogy térfigyelő kamerát nem tettek ki, ami szerintem hiba, mert kéne.
hogy nézzétek csak, hogy tettek oda egy rácsot oda a lámpához, hogy, hogy ne lehessen kicsúzlizni olyan könnyen. Ez mindenképpen örvendetes, mert meg hasznos dolog, mert tényleg itt nagyon a üzemben, hoppá. Figyelem, na nézzük, mit történt. Ja. Hoppá. Tápió, Szentmárton, Göböljárás, út és csomópontjának fejlesztése. Na, hát mondjuk ez 2018. november 26-án volt, egy kicsit már idejét múlt a dolog. Ez meg lehet, hogy egy WC lenne? Vagy tudom, hogy veszek ki. Ja, talán nyitva van? Hát nem, ez be van zárva. Bármi is ez, de zárva van. Hoppá, hát igen. Meg hát lakója. Egy, kettő, három, vagy legalább négy darásfészek. Tehát a darasakon kívül van itt valami más is. Mondjuk, ugye szerencsére most ugye tél van, meg január. Úgyhogy a benne lakó darasok már biztos elfagytak. Úgyhogy most legalább így a daráscsípés veszélye nélkül meg lehet közelíteni. És hát akkor itt van a másik. De akkor nézzük meg a hátsó részét is, ha már úgyis itt vagyunk. Ez az úgymond utcafrontja. Hát, ennyi. Hát itt is akkor gondolom, hogy be van kötve a villany és a világítás, de látszik, a szemetes kukát nem üdítik. Szóval gyakrabban kéne. Ja, na és akkor itt van. Ja, hogy vannak öppálya karbantartási munkák, igen. Rákoshely Maglót között is, Rákoshely között is, és akkor emiatt van módosított menetrend. Valószínűleg időleges, meg részleges vágányzárak vannak. Hát akkor gyakorlatilag ennyi, akkor majd még elnézzünk a másik végpont fele, és megnézzük az ölhelyet. És akkor látjátok, itt van a biztosított átjáró, a kapcsoló szekrénye a fénysorompónak. És errefele is van még egy-két átjáró, és szerintem itt lehetett valahol az ölhely. Ahonnan a teljes olyan... Ja, hát igen. Szemetet lerakni szigorúan tilos, persze. A szemetes kukákat se ürítik, aztán még hogyha még hordanának is ide szemetet, még azon kívül is. De hát látjátok, hogy itt van valahol, hogy itt lehetett az őrhely, onnan a sorompót kezelték, meg a váltókat élforgalmi kitérő, de szerintem valahol itt lehetett. Csak már semmi nem maradt belőle, de szerintem esetleg egy-két. De most az a baj, hogy mivel így be van havazva így nagyon a egyéb maradványokat se fogok észrevenni, mint hogy az alapból vagy valahonnan még maradt valami. Úgyhogy nem tudom, hogy mennyi lehetne. De szétnézünk. Még egy kicsit erre. Aztán ugye 10 perc múlva indul egy vonat vissza. Tehát hogyha itt nagyon más nem látok, akkor nem érdemes még egy órát itt eltölteni. És hát gyakorlatilag ennyi. Úgy látom, nincs itt már semmi. Valahol itt lehetett az őrhely. És ugye a forgalmi kitörők is itt lehetett a vége, de ennyi. És hát akkor menjünk vissza. Egyszerű. Vissza a peronhoz, előbb-utóbb érkezik egy vonat, és akkor azzal majd lehet visszamenni. És akkor az a videó az akkor ennyi lett volna. Hát és az úgy tűnik, hogy az őrhelyet már lebontották, még azt lehetett volna arra fele megnézni. De gyakorlatilag ez a megállóhely, ez ennyi. Most a faluba elmenni sok értelme nincs, mert nagyon messze van. Tehát ott megint csak semmit nem látnánk. Hát itt a vonatot azt megvárjuk. Lehet, hogy addig is jön valami tehervonat, vagy bármi más jöhet. És hát akkor ennyi, hát akkor 10 perc múlva indul egy vonat, és akkor azzal meg elmegyünk. Úgyhogy ez hirtelen ennyi lett volna, hát köszönöm, hogy megnéztétek. Tudjátok, ha tetszett, akkor like, ha nem tetszett, akkor dislike, meg esetleg írjátok le kommentbe, hogy miért nem tetszett. És hát akkor ennyi, köszönöm, hogy megnéztétek, sziasztok!